Sziasztok, én Forzor vagyok, és a mai videóban egy csomagot fogunk kibontani. Ez egy monitor lesz. Nem igazán szokott ilyen videó lenni a csatornámon, viszont vettem egy monitort, mert a régi már nagyon pici volt, és már semmire nem volt jó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor most itt az ideje, és veszek egy kicsit normálisabb, kicsit nagyobb monitort. Viszonylag olcsó volt, nem akartam most nagyon drága monitort venni, inkább majd másra költöm a pénzt, viszont így már két monitorral már ugye jobban lehet haladni. A videó különböző részekre lesz bontva, itt megtalálhatjátok az időpontokat, illetve a leírásban is, ott akár rá is lehet kattintani, és rögtön az adott részhez fogsz ugrani. Úgyhogy most akkor kezdjük el kibontani. Ez egy viszonylag olcsó, ilyen budget monitor, de viszonylag jó értékeléseket kapott, úgyhogy azért gondoltam, hogy ez lesz, és nem igazán tudom, hogy kéne ezt kibontani. Na, mindegy. Ja, annyit még elmondok a monitorról azért, hogy ez egy... Milyen márkai? Ez egy Acer monitor, 23,8 incses, azaz 60 centi, így az átmérője, és ugye 1920x1080-as felbontású, ugye is 60 Hz-es, hogyha ez valakit érdekel. Bontsuk is ki, itt lehet szerintem, aha, itt is van. Már csak attól félek, hogy nem fog ráférni az asztalomra, viszont hát ez már apróság. Jó, igen, és jól bontottam ki, legalábbis remélem. Ohoho, nagyon jó. Itt van az üres doboz, itt is van a tartalom. Kicsit megijedtem, mert itt hirtelen nem láttam a monitor, viszont aztán kiderült, hogy itt egy alsó részben van, úgyhogy kicsit megnyugodtam. De akkor kezdjük is egyesével a monitort majd később. Van itt egy ilyen használati leírás. Nézzük meg ezt, ez micsoda? Hát ez jó kérdés. Hát ez egy ilyen valami. Nem tudom, valószínűleg az állványhoz kell. Majd van itt hozzá egy ilyen áramdolog, van még egy ilyen áramos dolog, van itt hozzá még egy VGA kábel, ugye mert ezen a monitoron van HDMI, VGA és DVI csatlakozó is, szóval nem adtak hozzá HDMI kábelt. Van hozzá még egy áramos dolog, hogyha ugye ilyen háromágú áramod van, nem ilyen áramon van. Úgyhogy ez nekem nem kell, viszont nem adtak hozzá HDMI kábelt, pedig én HDMI-vel akartam használni, és nincs itthon HDMI kábelem. És itt van a talpa, akkor valahogy ez itt majd össze fog jönni. Most nézzük meg akkor a monitor részét a monitornak. Ez ilyen vékony, dizájnú dolog. De nem adtak hozzá HDMI kábelt. Miért nem adtak hozzá HDMI kábelt? Itt is van ilyen vékony, hogyha megnézzük. Viszont a végén itt az alján van ilyen vastagabb rész, de itt fönt elég vékony. Jó, szerintem szereljük is össze. Lehet meg kéne nézni a leírás, hogy nehogy valamit rosszul rakjak össze. Jó, elvileg megvan, hogy hogyan kell összeszerelni. Itt ennek az alján van ilyen luk, és itt ennek az alján, a monitor talpának az alján van ilyen tekerős bigyó. Akkor ezt a kettőt így egybe rakjuk, és elkezdjük itt alul tekerni ezt az alsó dolgot. Ez elég stabilan áll itt, és most kéne valószínűleg rárakni a monitort erre az állványzatra. Hát nem tudom, csak így belecsúsztatom, vagy hogyan kéne. Oké. Az itt most áll, és nem is megy sehova. Szerintem sikerült összeszereljen. Jöjjenek a monitornak a specifikációi. Ugye, mint mondtam, 23,8 colos, ez 60,5 cm nagyjából, és ugye Full HD 1920x1080-as felbontású. Azt is említettem, DVI, HDMI és VGA csatlakozói vannak, viszont amit én rendeltem, annak nem volt HDMI csatlakozója, csak VGA. Viszont hogyha ti máshonnan rendelitek, akkor lehet, hogy fogtok hozzákapni. Viszonylag elég könnyű, 2,86 kg-ot ír, és tényleg nem nagyon nehéz, valamint 178 fokos a betekintésű szöge, úgyhogy elég jó sok helyről lehet nézni. A talpa viszonylag nagy, úgyhogy erre figyeljetek, hogy ráfér-e az asztalotokra. Valamint a széle a monitornak az nagyon vékony, ezért is választottam ezt a darabot, mivel ilyen nagyon vékony itt a széle, nem az alja, csak így erre a széle, ezért sokkal nagyobbnak néz ki, mint hogyha vastagabb széle lenne. Alul található egy handgombos menü a monitoron, viszont erre nincs semmi ráírva, hogy micsoda.
úgyhogy ezt magadnak kell kitapasztalnod. Jöhet is az a rész, hogy megfújjuk a monitort, és ide tesszük a másik mellé, úgyhogy tegyük ide. Itt van a régi monitor, és itt van az újabb monitor, és akkor most ezt a monitorból itt ki is lehet húzni a kábeleket, és félrerakom minden kicsit addig, ameddig nem tudom. Fú, jaj. Nos, és akkor itt is van akkor ez a másik monitor, és hát dugjuk össze. Egyrészt bedugjuk ide az áramot, és végül bekötjük még ugye ezt is. És akkor meg is van a monitor, így néz ki. Nagyjából egy kis időbe beletelt, mire sikerült beállítani, ugyanis a Windows egy darabig nem akarta felismerni, hogy itt más monitor van, viszont most már elég jó, elég nagy és elég jó. Úgy tervezem, hogy vagy így fog kinézni a végső állapot, vagy pedig így, nem tudom, vagy valamelyiknek ezeknek a variációja lesz, viszont most már lehet látni elég nagy itt ez a monitor, úgyhogy most már innen az ágyamból is nagyon kényelmesen tudom nézni a videókat. Úgyhogy most használni fogom egy darabig ezt a monitort, aztán majd néhány nap, néhány hét múlva elmondom róla a véleményemet, hogy mik a tapasztalataim. És akkor most itt is vagyunk néhány napi használat után, hogy elmondjam a monitorról, nem ez, itt van, csak ti nem látjátok, a véleményemet. Eddig úgy tűnik, hogy jó, működik, megérte az árát, ahhoz képest, mivel elég olcsó volt, viszont elég jól működik, főleg tetszik ez a vékony szél is. Ami nem tetszik benne, viszont erről már beszéltem is, hogy a talpa az viszonylag nagy, és kicsit így le is lóg az asztalomról. Viszont tudom mindenkinek ajánlani, aki olcsón akar jó minőségű, vagy legalábbis gondolom jó minőségű, legalábbis én úgy láttam, hogy jó minőségű Full HD monitort venni magának, annak nagyon tudom ajánlani, mivel elég olcsó. Úgyhogy nekem ez így eléggé tetszik. Még mielőtt vége lenne a videónak, bemutatom nektek, hogy hogyan szoktam itt így most ezt használni. Ugye így néz ki, két monitor egymás mellett, sikerült szerezzek kábelt hozzá, és így most már kettő van. Ez nagyon hasznos például videóvágásnál, hogy így egyiken tudok más csinálni. Például most még nem igazán alakult ki teljesen, de majd még kialakul. Most az egyiken csak a videó feedet nézem, ami ugye már kész lesz, a másik monitorom pedig ugye így sokkal nagyobb, sokkal több kicsi ablak elfér benne, úgyhogy ez így elég jó. Viszont én már ennyi is lettem volna, hogyha tetszett nektek ez a kicsit ilyen más fajta videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és hogyha még nem vagy, akkor iratkozz fel a csatornámra. Majd találkozunk legközelebb. Sziasztok! Thank you.